Na szevasztok srácok, itt vagyunk egy újabb FIFA 22-es videóval, és ez most egy pack opening videó lesz. Van egy kis FIFA pontom, ezt vásároltam a mai nap folyamán, egyet draftoztam már belőle, azt is majd láthatjátok, vagy már láthattátok, nem is tudom, tök mindegy. És tervek szerint egy 20-25 darab csomagot fogunk most kinyitni, 7500-as csomagok vannak igazából, úgyhogy semmi extra, viszont azért 7,5% az esélye annak, hogy egész jó játékos lesz benne, sőt, igazából 30% az esélye. Úgyhogy annyira nem rosszak ezek a 7500-ös csomagok, és láttam elég jókat nyitni egy pár emberkét, úgyhogy hát ezért is vettem egy kis FIFA pontot, és ja. Viszont még mielőtt belekezdünk a nyitásokba, hogyha esetleg még nem vásároltad volna meg a FIFA 22-t, akkor azt most a zeneba.com oldalán megteheted, jóval olcsóbban, mint a boltokban, és még egy kis extra kedvezményt is fogsz kapni, hogyha a Bazsi kuponkódot használod, úgyhogy mindenképpen érdemes felnézni az oldalra, ami hát így néz ki, vannak ajándékkártyák, aztán vehetsz FIFA pontokat, meg mindent, Xbox Live-ot, PSN, előfizetést, minden egyebet, játékokat, mindenhol. Itt láthatjátok, hogy vannak ilyen 100 forintos játékok is akár, úgyhogy mindenféleképpen érdemes ránézni az oldalra, és beírjuk gyönyörű szépen, hogy FIFA 22, kiválasztjuk magunknak itt most a PC-set, aztán mondjuk ezt, és igazából rámegyünk itt az előrendelésre, éppen megnyomjuk, átirányít minket ide, és ide a kuponkódhoz gyönyörűen beírjuk azt, hogy Bazsi, alkalmazzuk, és ott is van egy kis kedvezmény. Úgyhogy csekkoljátok az oldalt, linkek a leírásban. Nyomjuk akkor, gyerekek! Igazából FIFA ponttal, de furcsa, hogy az X-el kell vásárolni. Hát ez nem lesz egy jó játékos, de right back és CD-be. Kezdésnek annyira nem jó. Következő. Persze, hogy biztos vagyok benne. Ó, itt volt valami villanás. Itt igazából cseszhetem a villanásomat, ugyanis ez egy dunk. Érdekes, érdekes, nagyon érdekes. Ó, viszont egy Shadow Chemistry. Az mondjuk azért sokba megy, nem? Nincs is. Ó. És mondjuk mennyire lehet felrakni? 5000 a maximum. Jó, akkor nem adjuk el. Kövi! Persze, hogy biztos vagyok, miért kérdezed meg? Nem is értem. Na, nem lesz semmi jó. Egy Vertonghen. Egyébként ő nem rossz, 76-os pace van. Egész jó játékos. Mennyibe megy? 1800. Következőt az orrommal nyitom. Ilyen kis régi jó szokások. Nézzük, hát ha szerencsét hoz, volt egy kis villanás megint. Ó, és bordos a téma. Méghozzá egy 83-as Kevin Folland. Hát... Ó, és egy 81-től 83-as ratinges player pick. Ó, Gabriel Jesus, tökéletes. Ő mondjuk azért egy pár ezret ér, egy tizen pár ezret, ja. Holland gondolom annyira nem ér sokat. Chillvel se. Jó, de ez annyira nem volt rossz. Ez jó volt ez a csomag. Hagyj nyissak még egyet az orrommal. Hát, ha megint ad valami jót a fiú. Na, hát ez... Ez egy Tchouaméni. Annyira nem bejövős a téma. Na mindegy, következőt azt mondjuk egy ilyennel, egy ilyen kis szövegkiemelővel nyomjuk, figyelj. Bám. Na. Adod, bátya. Én adnám. A FIFA nem adja. Ó, Wilson viszont. Nem egy rossz kártya. Kezdésnek egyébként egész jó. Más kérdés, hogy semmit nem ér. Na mindegy. Nuno Santos pedig a kukába landol. Nézzük a következőt. Mutasd magad, fiú!
Semmi jó. Egy Liner 80-as Bundesliga right back. Eddig igazából nem nagyon nyitottunk semmi értelmeset. Na mindegy, majd még azért van egy pár csomagunk. Hát ha, eddig egy board volt. Ez meg egy Ayoze Perez, aki szintén nem túl jó. Ó, 1000 coin. Haha, de jó! Már van 7000 coinom. Telefonpack. Verjük neki. Biztos, hogy biztos vagyok benne. Nézzük szépen, mit ad nekünk. Egy nagy semmit, de az legalább jó. Boadu 89-es sebessége van. Az egyébként egész korrekt. Jó, következő sima csomag lesz. Nézzük, hogy mit ad nekünk. Hát ez egy Luis Milla. Legyen ő bárki is. Igazából. Én azt hittem, hogy jobbakat lehet nyitni. De hát mondjuk még vissza van a fele legalább, úgyhogy nincsen probléma. Csak már azért jöhetne valami jó. Buffon jó, de FIFA-ban nem jó semmire már. Cesc Fabregas. Mert a kukában 40-es sebességével. Nézzük a következő csomagunkat, csak úgy daráljuk, gyerekek, csak úgy daráljuk. Kolarov, aki szintén 78 éves. El vagyok keseredve eddig. És egy contract pack. Ohó, de jó nekem. Nézzük is meg. Hát, ha ad nekünk valami nagyon jót? Nyilván nem. Add ide, hadd nyissam ki az orrommal. Hopp. Hopp. Látja? De még csak egy 83-as plusz se ad. Nem kérek semmi extra walkoutot, meg semmit, tényleg. Esküszöm. Ó, egy Hunter Chemistry Style. Nincs a marketen, és csak 5000-et ér maximum. De miért nem érnek ezek maximum 20000-et, vagy valamit? Legalább egy kis zsetonom lenne már belőle, nem? És csóró vagyok nagyon. Hát most nem lehet mit csinálni. De ha ilyeneket nyitok... Na, még egyszer. Szóval, hogyha ilyeneket nyitok, akkor csóró is maradok. Örökre. Gold pack. Ó! Oh. Adj csak ide. Hát ha valami nagyot dob. Az ingyen gold pack. Legalább... Arnold annyira egyébként nem is rossz. Pont Bundesligás csapaton van, a padra legalább jó lesz. Next. Nézzük. Azt mondja, hogy... De semmit nem ad, semmi jót nem ad. Bukayo Saka, aki mindenkinek megvan 28-szor, jó, mondjuk nekem még nem volt meg. 1000 zsetonért megy. Eddig nem vagyunk túlságosan sikeresek, azt kell mondanom. De majd most. Nagy szarokat leszünk most sikeresek. Ez egy Puertas. Kinyitottam már a fél Granada csapatát. Majd, hogyha lesznek Liga SBC-k vagy valamik, akkor beáldozzuk ezeket a hihetetlen jó játékosokat. Na nézzük a következő csomagunkat. De legalább Rare lenne. Már esküszöm, annak örülnék, a Rare lenne. Álvarez. Nem hiszem el. Alexandre Pato. Ó, mondjuk ő egy elég nagy legenda. Na, tovább. Nézzük gyönyörű szépen. Nincs időnk szarakodni. Nyitni kell, jót kell nyitni. De Chiléből jössz, és izé vagy Claudio Bravo, akkor menjél haza. Nekem nem kell ilyen Claudio Bravo, nekem mit tudom én, ki kell. Mondjuk egy Rashford, vagy egy valaki kell, aki normális. De hát még Rert nem ad. Mondjuk Barnes annyira nem rossz. De vágod, ilyen játékosoknak örülök, komolyan mondom. Csak azért, mert van egy kis sebessége. Nézzük. Rare, ó, nézzük ki ez, Cam, ó. Luis Alberto, 84-es. Mindegy, örülni kell neki, mert annyira nem egy rossz játékos. 1200 coin tér mondjuk a pali. Tökéletes.
Next. Nézzük. Nem volt olyan rossz most. Ez is rare. Ó, Kevin Campbell. Na, ő mondjuk már megvan nekem. Úgyhogy őt eladjuk. Mert ő azért egy 2 forintot talán ér is. Aztán meglátjuk, hogy mibe megy a pali. Na, 1000 darab zsetonunk maradt. Ó, és ez egy bordos játékos, még hozzá Simon Kjær. Oké, oké, Bergwijn. 83-as, de legalább azt adta most. Következő, 85-öst mondjuk. Ha? Nem, még rárt se. Azt mondta a FIFA, hogy bátyja legyen elég. Kaptál 2 darab 84-est, meg 2 darab 83-ast. És hello. És örülj annak, ami van, mert hogy mást nem fogsz kapni. Nézzük. Jézus Úristen, Szokratisz. Dakosta talán még, te is lehet, hogy érsz még egy pár forintot. Hát ha nézzük, már nincsen sok vissza, 550 darab pontunk van. Nem tudom, hogy megérte-e. Én úgy érzem, hogy annyira azért nem. Na mindegy. Nézzük, 400 maradt. Gomez. Gomez. Jó, egy orpek fog következni. Utolsó előttinek. És ez most be fogja adni a tutit. Majd az utolsó be fogja adni a tutit, ez csak egy fanáken. Jézusom. Az utolsót pedig nem nézzük. James. Egész jó játékos. Egészen nem olyan rossz játékos. Jó. Tényleg nem rossz. Kezdésnek egyébként tökre megfelel. Na most az a 100 FIFA ponttal mit kezdjek? Classic Pack. Preview Pack. Tényleg nincsen 5000-es csomag? Hát akkor mit csináljak azzal a 100 FIFA ponttal? Semmit? Ha jó van, akkor nem csinálunk vele semmit. Hát srácok, akkor igazából ennyi lett volna ez a videó. Hát nem volt olyan hüde nagy sikerünk, azt kell mondanom. Na mindegy. Megpróbáltuk. Egy-két viszonylag korrekt játékost szereztünk azért. De hát nem vittük túlzásba. Ez van most, ezt kell szeretni. Majd talán a következő pack openingbe valami jobbakat sikerül nyitnunk. Viszont már ennyi lett volna ez a videó, hogyha esetleg még nem lennétek feliratkozva a csatornára, akkor azt tegyétek meg nagyon gyorsan, ugyanis jönni fognak szépen a videók, illetve hogyha még nem lájkoltátok volna és tetszett, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, és vigyázzatok magatokra, találkozunk hamarosan a következő videóban, addig pedig jók legyetek, szevasztok!